magvak körül kialakult levegő rés miatt lesz, tehát akkor érik a dinnye, és attól lesz egy ilyen rezgő hangja, nem pedig egy nagyon feszes, tömör, tömb hangot hallunk. A családi gazdaságunk 11 éve foglalkozik kertészeti kultúrnövényekkel. Elején kelbimbó, karfiók, káposztafélék általánosan volt a fő irány, valamint 5 éve elkezdtük a görög dinnyét próbaképpen termeszteni. Én azt gondolom, hogy első évek kemény harca után elérkeztünk odáig, hogy a fél hektáról lassan 7 hektáron termelünk görög, illetve sárga dinnyét, melynek a túlnyomó többsége a görög dinnyére irányul. Azt gondolom, hogy a idei év egy teljes mértékben elfogadható termésátlagot fog adni, de ez majd a későbbiekben fog matematikailag mutatkozni. Sárga dinnyéből 3 fajtával dolgozunk. Van a hagyományos, mindenki által ismert sárga belű sárga dinnye, van a cukordinnye, aminek zöld a hús színe van, illetve van egy relatív újdonság, inkább úgy mondanám, hogy nálunk nem annyira elterjedt, ananászdinnye néven elérhető. Ízvilágra szerintem szintén úgy szenzációs, mint a másik kettő, csak nem annyira közismert. Ez a sárga dinnye, ez körülbelül fél hektár, egy picivel kevesebb területen helyezkedik el. 70-80 dekától van általában a hagyományos sárga belsejű és a cukordinnye, egy másfél-két kilóval bezárólag, ebből ananászdinnyéből pedig inkább azt mondom, hogy a kiló és 3-3,5 kilós méretű. 8 féle görögdinnye fajtánk van, ebben van a hagyományos csikos, a régi hagyományos zöld, illetve fekete héjú magvas, illetve mindegyikből van magszegény változat. A érési idő csúsztatással bizonyos időre fognak majd egymás után következni. Ezt majd a időjárás fogja eldönteni igazából, hogy mikor, melyik érik, hány nap különbséggel. Szántóföldön a dinnye érése az sokkal egyszerűbben megállapítható, mint a boltban, amikor egymás mellett vannak. Ez a dinnye termelőnek a feladata eldönteni, hogy minőségi árut adjon. Kint a szántóföldi ismérve, hogy a szárával szemben található kacs leszárad, a szárnak a színelváltozása, illetve a dinnyén a mozaikosodásnak a mértéke, változása, ami erre utaló jel, illetve a legegyszerűbb, hogy érezni lehet a rezgését a dinnyének enyhe pacskolással. Magvak körül kialakult levegő rés miatt lesz, tehát akkor érik a dinnye, és attól lesz egy ilyen rezgő hangja, nem pedig egy nagyon feszes, tömör, tömb hangot hallunk. És akkor eldöntöttük, hogy jó a dinnye, levágjuk, látszik alján a sárga folt, ami nem minden esetben jelentkezik a dinnyéken, és akkor fogjuk. Azt gondolom, hogy ez egy ilyen 80-90%-ban érett dinnye, tehát ennek még kell 3-4 nap a teljes éréshez. Kicsit vastagabb a héjazata. Én azt gondolom, puding próbálja az evés.